Annak idején találtam az interneten a rengeteg kanizsai régi-régi képeslap között egyet, ami azt a részét ábrázolta a városházának, amit a tálán is látható. De olyan rossz minőségben volt feltéve, hogy elkezdtem nagyítani, azonnal szétesett ki a négyzetekre, téglalatra, és nézegetve azt eszembe jutott, hogy ilyen képet még én is tudnék csinálni. És akkor döntöttem el, hogy részlemezből kivágok egy ilyen városháza képet. Ez volt 2014. augusztusában, és akkor csinálgattam. Amikor már elkészültem, hogy a fúrással, mert minden apró kis részt ugye ki kellett egyszer fúrni, aztán fűrészlappal vaklósni, aztán reszelni, akkor jött volna a kivágdósott rész összeillesztés a másik részlemezzel, amivel aztán egyáltalán nem boldogultam. Nem tudtam olyan módot találni a forrasztást, ami során ne vetemedett volna a két részlemez mindegyike. És akkor fanyalottam erre a megoldásra, hogy beszereztem egy vastag, ilyen 1 centis alumíniumlemezt, erre majd rászegezem a másfél milliméteres erőtlemezt. Persze, hogy rá lehessen szegezni, ahhoz ki kellett fúrósni, hogy a 400 helyen lesz kifúrva, másfél milliméteres fúróval, hogy bele lehessen venni a sárga részt.